Tavaly nyáron jöttek létre az agrárszakképzési centrumok, amik lefedik majd a mezőgazdasági középfokú szakképzést. A déli agrárszakképzési centrum 4 megyében van jelen, és 12 oktatási intézmény tartozik hozzá, ahova 3300 diák jár, és mintegy 730 embert foglalkoztat. A centrum éves költségvetése 6 milliárd forint. Ennek az összegnek okszerű takarékos beosztásáért és az intézmények közötti elosztásáért, az iskolák működő képességének fenntartásáért, a különböző fejlesztésekért felel többek között Bálint Zoltán kancellár. Azt mondja, jelenleg az épületrendszer fenntartására, az eszközök műszaki berendezések karbantartására kell forrásokat biztosítaniuk. Mindenhol eszközök vannak, mindenhol műszaki berendezések vannak, ha ezek meghibásodnak, azokat pillanatokon belül le kell reagálni. Mondok ilyen apró mostanság lezajló példákat, hogy kazánok a fűtési szezonban rendszeresen romlanak el, azoknak a gyors javítását, vagy eszközöknek a beszerzését, vagy különféle olyan elektronikus informatikai eszközöknek a beszerzését jelenti egy csomó esetben pályázatok kapcsán a Palánkon, itt például a sportcsarnoknak a felújítását és az összes épület, ami ebben a pályázatban érintett felújítását, ami rendszeres odafigyelés, egyeztetés kíván a kivitelezővel. A prioritása a működőképesség fenntartása, tehát hogy minden működjön. A fejlesztések tekintetében meg az ömében pályázati háttér van, és a pályázatban kiírt feltételeknek megfelelően tudjuk ezt a dolgot eldönteni. Ezek a pályázatok zömében önerő nélküliek, tehát 100%-osan támogatott pályázatok, így aztán a pályázatnak a beltartalmát kell csak igazán tudni eldönteni, közösen az iskolákkal, mindenképpen egy közös gondolkodás eredményeként alakul ki a végső döntés, majd a pályázatnak a beadása és az egésznek a nyomon követése, projektmenedzsment az a centrumon keresztül történik. Több fejlesztés valósul meg a centrumhoz tartozó iskolákban a jövőben. A Csapó Dániel szakképző iskolában is több eszközt, gépet szereztek be a korszerű oktatás igényeinek megfelelően. Átadtunk a Csapó iskolának egy pótkocsit, ami a technológiai fejlesztések az egyik nagyon fontos megnyilvánulása, és a pótkocsit egy Steyr traktor húzta, ami meg a szeptemberi hónapban lett átadva, tehát olyan fejlesztések történnek az agrár szakképzéshez tartozó iskolákban, ami a technológiák tekintetében a jövőt jelentik, felszereltségben, műszaki tartalomban és mindenképpen a korszellemihez igazodóan. Bálint Zoltán azt mondja, a kancellári munka komoly feladat még számára is, aki mintegy 20 éve foglalkozik vagyonkezeléssel és lát el vezetői feladatokat. A három agráriumban szerzett diplomával is rendelkező szakember elismerte, a szakképzésnek követnie kell a technológiai változásokat annak érdekében, hogy piacképes, versenyképes tudást tudjon átadni a következő nemzetéknek. Mai kor követelményei azok hát meghaladják már az MTZ traktorok színvonalát, és a mindenféle termelési szinten, tehát kisebb gazdaság, közepes vagy nagyobb cég tekintetében ma már a legmodernebb gépek kerülnek alkalmazásra, és az innen kikerülő gépész végzettségű gyerekeknek nyilvánvaló, hogy úgy kell ezekbe a, mert hiszen ennek az egésznek a lényege az iskola elvégzése utáni hatékony munkavégzés, úgy kell ezekbe a intézményekbe eljutniuk, hogy azokról a technikákról már hallottak, látták, kipróbálták őket, amivel majd annak idején dolgozniuk kell. Ennek érdekében az Agrár Szakképzési Centrum MOK kaptak 24 darab Steyr traktort, aminek a technikai felszereltségéből nem hiányzik például a GPS-jel fogadására alkalmas panel, a GPS vezérlésre alkalmas munkaeszközöknek a fogadását is megoldották vele. Ami jellemzően ma már országosan nagyobb cégeknél elég sok helyen megtalálható. Nemrég voltunk egy megbeszélésen, ahol a jövő évi fejlesztési elképzelések jöttek szóba, és a dróntechnikától kezdve, az automatizálástól kezdve egy csomó olyan dolog merült fel a többi kollega is a mi részünkről is, ami szintén azt mutatja, hogy ebben a tekintetben a fejlődést az most kezdődik, vagy ha úgy tetszik, akkor folytatódik.
A jövőben a déli agrárszakképzési centrum Tolna megyei központtal működik majd, és számos fejlesztés valósul meg a megyében jelenlevő oktatási intézményeikben.